Köszöntöm Önöket, ez az Eszi magazin első adása. Műsorunkban érdekes és hasznos információkat láthatnak, hallhatnak eszisektől, eszisekről, nem csak esziseknek. Nézzük, mivel várjuk Önöket. Bemutatjuk gólyáink útját a tábortól a gólyabálig. Megnézzük, hogyan készült fel az Eszi a nemzetközi öltözki napra. Beszámolunk a lengyel testvériskolánkkal kötött együttműködési megállapodásról, a nyílt napról és az október 23-ai megemlékezésről. Mi mással kezdhetnénk, mint a 2012-es gólya hírekkel? Minden év szeptemberében az Eszi új tanulói, a 9-esek részt vesznek a hagyományos lavatáson. Közösen leteszik az esküt, ezzel hivatalosan is eszissé válnak. Természetesen idén sem volt ez másként. Szeptember 28-án, pénteken, késő délután kezdődött a góljavató, mely Szabó Béla igazgató úr beszédével indult, amiből megtudhattunk néhány érdekességet. Kedves gólyáim! Gólya, mint a 9-es szinonimája, kifejezetten magyar sajátosság, és alig hanem a kifejezés nálunk a legszebb. Az angolok újoncnak, az oroszok első évfolyamosnak, a hollandok zöldnek hívják az új diákot, az olaszok pedig egyszerűen felveszik a listán őket. De felbukkannak azért más állatok is. Románul, románok kiskacsának nevezik a friss hallgatót, így mulatságos lehet például a kolozsvári Vavesz Gólyai Tudományegyetemen, amin szeptemberben románok és magyarok a kiskacsák és a gólyák együtt kotyognak az épületben. A németeknél viszont róka az egyetemi újja. Így aztán a végére marad egy érdekes kérdés, a róka és a gólya meséje alapján, ha egy német vagy egy magyar diák meghívja a vacsorára a másikat, vajon milyen étkésztetet tett az asztalra, laposat vagy csőszerű? A rendezvény az osztályi műsorival folytatódott, volt tánc, ének, cirkusz, és disznóölés is. A műsorok után következett az eskü, amit a diákokkal együtt tett le a három új tanár is, Schmidt Katalin, Strasser Éva és Németh Szabolcs. Én kis gólya megfogadom. Alázatos lesz egy nagyon. A kajáros adatom. És az állam nem járhatom. Ezen kívül megfogadom. Következett a gólyabál, aminek szervezési feladatai, mint mindig, ezúttal is a 10-esekre hárultak. Én azt gondolom, hogy minden nagyon könnyen megy akkor, persze nem zökkenőmentesen, hogyha jól osztják el a munkát. És itt a 10. osztályok osztályfőnökei olyan csapatot alkotnak, hogy mindenki kiveszi a részét a munkából, és így, hogy felosztottuk egymás között, én azt gondolom, hogy könnyű volt megszervezni a gólyabált. De vajon hogyan látják mindezt a diákok?
Szerintem élvezetes volt, mivel sokan vagyunk, így mindenkire egyenlő munka juthatott, és nem kellett egy embernek sokat magára vállalnia. Nyitó műsoremként valami olyasmivel szembesültek a jelenlévők, amire 2004 óta nem volt példa. Hogy mi történt akkor? Ímen néhány nosztalgikus képkocka. Ismét élő koncerttel kezdődött a Gólyabál. A fellépő a Rusty Tunes volt. Megkérdeztük az egyik szervezőt, Gyöngyösi Olga tanárnőt, minek köszönhető, hogy oly sok év után ismét élő zenei performanszal indult az esti buli. Ők mondták, hogy nagyon szívesen fellépnének, és mi ennek rendkívül örültünk, mert egészen más a műsor után élő zenére táncolni, ráadásul ők rock'n'rollt fognak játszani, úgyhogy bízom benne, hogy a fiatalok táncra is perdülnek majd. Felmerül a kérdés, hogy táncra perdültek-e? Nos? De ne rohanjunk ennyire előre. Miután a zenekar gyorsan birtok vette a színpadot, váltottunk velük néhány szót. Tehát ez egy öt tagú csapat most így hirtelen erre a Gólyabálra. Abban hárman vagyunk a Rusty Tunes zenekarnak a tagjai. Én Janner Bálint vagyok, énekelek. Deli Tibor dobosunk. Horváth Balázs a gitáros. Ma bőgőzik nekünk a Szilágyi Misi. És másik gitáros ma lesz a Kovács Tomi. Ahogy Forrest Gump is mondaná, most már nem vagyunk idegenek egymásnak. Kezdődhet a buli. Felmerül a kérdés, hogy vajon legközelebb is várható-e koncert? Én szerintem azzal, hogy hirtelen jött ez az ötlet, hagyományt fogunk teremteni. Én abban bízom, hogy lesznek még olyan zenekarok, akik az eszisekből, illetve a szomszédiskolából kerülnek majd ki, és szándékoznak föllépni ezeken a rendezvényeken. Hát cél is lenne, hogy a mieink adják az élő zenét, inkább, mint hogy gépzenére táncoljanak. Ezek után nem is csoda, hogy a késői órákig tartó Gólyabált kirobbanó hangulatban érte az éjszaka. Komoly események is történtek a tanév elején. Ilyen volt az együttműködési megállapodás aláírása a lengyel testvériskolával, vagy a hagyományok szerint megrendezett nyílt nap, vagy az 1956-os szabadságharc és forradalom tiszteletére tartott megemlékezés. Rövid híreinkkel folytatjuk. Október 13-án látogatást tett az ESZI-ben lengyel testvériskolánk három fős küldöttsége. Krakkói Technikum Kommunikáció delegációját fogadta Paks város polgármestere és alpolgármestere, majd iskolánkban sor került a két intézmény közti együttműködési megállapodás aláírására, ami lényegében a 2005-ös szerződés megújítása, aktualizálása volt. Vieszláv Mroszcik és Szabó Béla készfogása után a krakkói küldöttség megtekinthette remekül felszerelt oktatótermeinket, a műhelyeket, laborokat, melyekkel igen jó benyomást tettünk a lengyel delegációra. A tervek szerint a közeljövőben mindkét iskola benyújtja pályázatát a Leonardo program keretén belül, hogy diákjai külföldi szakmai oktatásban vehessenek részt, ahogyan erre már volt is példa korábban.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján az esziben is megemlékeztünk hazánk 20. századi történetének egyik leghősiesebb, egyben legfájdalmasabb eseményéről. A dr. Plantner Zoltán tanár úr által rendezett műsorban láthattunk filmrészletet, hallhattunk verseket és dalt. Elhangzott kordokumentumnak számító hangfelvétel és felidéztük a forradalmárok követeléseit is. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását. Új kormány menyünkbe vezetésével. A bűnös vezetők leváltását és bíróság elé állítását. Szabad többpárti választásokat. Teljes véleményszólás és sajtószabadságot. Kossuth címer visszaállítását. Március 15-én nemzeti ünnepé, október 6-a nemzeti gyásznapán nyilvánítását. Október 23-a üzenetét is tolmácsolták felénk diáktársaink. A legázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülébe tőlő, személy eltakaró nyugati társadalom sok magyar vérnek kellett elvonnia. És ez a vérfolyam most már marad az emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem árulunk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz mindig méltónak lenni áldozatra. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az ellentmondás és halálerőkben, amelyek elhomályosítják a történelmet, bontakozik az élet és a meggyőzés ereje, az ember felelemelkedés hatalmas mozgalma, amelyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad alkotás és szabad munka terméke. Október 19-én az ESZI megnyitotta kapuit a továbbtanulás előtt álló diákok számára. Nyílt napunk elején Szabó Béla igazgató úr tájékoztatta a gyerekeket és szüleiket, majd mindenki a számára érdekes szakmacsoportok bemutatkozását tekinthette meg különböző termekben, több turnusban. Itt tartalmas prezentációk segítségével ismerhették meg az érdeklődők a nálunk felelhető képzéseket. Természetesen nem csak elméleti bemutatón vehettek részt a leendő gólyák, hanem a földszinti standoknál a szakok gyakorlati oldalát is megismerhették. Aki pedig további izgalmakra vágyott, megtekinthette tanirodánkat, a laborokat, a műhelyeket, és gokárt bemutatón is részt vehettek. Ha lemaradtál mindezekről, és szeretnéd ezt bepótolni, vagy voltál már nálunk, de szívesen eljönnél újra, lesz rá mód a november 22-i nyílt napon is, ahol minden érdeklődőt szeretettel várunk, hasonlóan színes és hasznos programokkal. Különleges nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozott az ESZI októberben. A világ meg annyi országában megrendezett öltözki nap, ezúttal nálunk is nagy sikert aratott. Honnan jött az ötlet, hogy az ESZI is bekapcsolódjon ebbe az öltözki eseménynapba? A tavaly évben megfigyeltük, hogy jó néhányan kiöltöztek, de senki nem volt, aki ezt az egészet koordinálja és összefogja, úgyhogy úgy gondoltunk két osztállyal, az 1/13-mal és az 1/2/13-mal, hogy majd akkor mi összefogjuk, és rendezzük meg mi is az ESZI-ben az öltözki napot úgy, hogy mondjuk nyeremény is van. Az ötlet híre hamar elterjedt és nagy sikert aratott. Neked hogy tetszik ez az ötlet? Nekem nagyon tetszik, én ezért szerettem volna részt venni benne, mert nekem nagyon tetszik a rendezvényszervezés. És látsz arra esélyt, hogy minden évben akár rendszeresen megrendezzék ezt a napot itt az ESZI-ben is? Igen, látok rá. És korábban vettél már részt ilyen eseményen? Még nem, ez volt az első. És mi a véleményed róla? Szerintem nagyon jó dolog, és így nagyjából ennyi. Hogyha rendszeresen lenne, jövőre is csatlakoznál? Szerintem igen, mindenképp. Hát először még csak úgy viccből, nem mondom, jól van, beöltözök, aztán megtetszett, meg úgy az ismerősök is szóltak, többiek is beöltözünk, hát akkor most miért ne? És mi a véleményed most? Hogy sikerült a mai nap? Jól érezted magad? Nagyon jól érzem, szerintem többet is csináltam, minden hét pénteken belefér szerintem. Iskolánk mindezzel nem csak egy rendhagyó bulit szervezett, hanem népszerűsítettük a jó megjelenést, az elegáns öltözködést is. Az igazán bátraknak pedig jutalom is járt. Kihelyeztünk minden emeletre egy-egy fotóstandot, ahol a szintén kiöltözött lányok várták a jelentkezőket, hogy lefényképezhessék őket. Fél egykor az összes képet összegyűjtöttük, rátettük egy laptopra, majd 13:10-kor kezdetét vette a sorsolás. Állj! A büszkén elégvest kérjük szépen ide fáradni. A tempósabban nem boldog ember. Nevedet kérjük. Vegyesi Gergely. Vegyesi Gergely. Thank you.
akiknek a fotóját a kivetítőn láthattuk az elhangzó stop szó pillanatában, gazdagabbak lettek Barney Stinson 1-1 könyvével. Kérdezem, hogy jelen van az úriember, gratulálunk egy pillanatra, a nevedet kérjük szépen hangosan. Mikkel Gábor, gratulálunk, fogadjuk szeretettel. Győztesünk egy hölgy, van-e itt valaki az ő részéről, én úgy tudom, hogy van. Átoperáltatta közben magát. Szervusz Virág, gratulálunk, mutatkozz be Virág. Nem, te most Virág vagy, te vagy. Gratulálunk, Virágnak fogad sok szeretettel, hogy nevem vagy. Gratulálunk a nyereményedhez, mit gondolsz erről az eseménynapról? Hát nagyon örülök a nyereménynek és az esemény, szerintem ez egy éles stílus, ez a kiöltözés. Gratulálunk a nyereményedhez, elnyerte a tetszésedet a mai öltöz kinap? Igen, nagyon jó volt. Idén most, 3 év alatt most először öltöztem ki, és eddig nagyon jó volt. Azzal kapcsolatban, hogy lesz-e folytatás 2013-ban, a főszervező Németh Szabolcs bíztató választ adott. Az idei tapasztalatok alapján én nagyon szeretném, hogy jövőre ugyanekkor, ugyanitt, ugyanerről beszélgessünk. Jövőre tehát folytatjuk. Addig is, így jártunk a kiöltözéssel. Ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ESI magazin a következő hónapban is jelentkezik. Akkor is várja önöket az esisektől, esisekről, nem csak esiseknek. A viszontlátásra!